A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat vállalta a fenntartható energia és klímacselekvési programokhoz tartozó dokumentumcsomag elkészítését a települések számára, közölte Sesztán Koszkár közgyűlési elnök a pénteki sajtótájékoztatón. Ezt a tevékenységet a megyei önkormányzat a többségi tulajdonában álló Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.-vel közösen végzi. Az elkészítendő dokumentumcsomagot SECAP-nak hívják. Ez az angol mozaik szava a fenntartható energia és klímaakciótervnek. Egy útvonaltervet adunk az önkormányzatok kezébe, amelynek segítségével a következő évekre, sőt évtizedekre megalapozhatják a klímapolitikai cselekvéseiket. Nagyon leegyszerűsítve viszont a projekt tartalmát azt jelenti, hogy a jövőben Európai Uniós forrásokhoz ezeknek a dokumentumoknak a meglétével tudnak hozzájutni önkormányzatok. Tehát ez előfeltételezi minden további Európai Uniós pályázat ezeknek a dokumentumoknak a meglétét. A megyei önkormányzat a települési önkormányzatok helyett elvégzi ezt a feladatot. Ennek forrását egy Európai Uniós topos pályázat fedezi, ez összesen 147 millió forintot jelent. A projekt nyitó konferenciáján az is elhangzott, a megye 229 települése közül 4 város, Mátészalka, Kisvárda, Tiszalök és Vásárosnamény, illetve Nyírbogát nagyközség, valamint a megyeszékhely nyíregyházai saját SECAP dokumentumot készít, így ők konzorciumi partnerekként vesznek részt a projektben. A fennmaradó 223 településnek az önkormányzat készítheti el a dokumentumot, amennyiben ezt igénylik. Első feladatként adatgyűjtéssel kezdődik majd a munka. Olyan információkat kell benyújtenünk, olyan inputokat 2014 évre vonatkozóan, amik meghatározzák azt, hogy milyen energiafogyasztási dolgaik voltak az önkormányzatoknak. Önkormányzati épületek, berendezések, létesítmények, önkormányzati flotta, közvilágítási adatokat kell összegyűjteni. Ezt követően lesz az adatoknak az összesítése, elemzése, majd pedig ezen adatok alapján készül el a stratégia. A pályázat 2019. novemberében zárul, így valamennyivel több mint egy év áll rendelkezésre a klímaakciótervek elkészítésére. Aki nem akar részt venni a projektben, annak a településnek saját költségéből kell majd elkészítetnie ezt a dokumentumot. Az akciótervnek azért is van fontos szerepe, mert jelenleg még nincsenek információk arról, hogy 2020 után milyen hazai források lesznek elérhetőek a települések számára. Közvetlen brüsszeli forrásokra azonban lehet majd pályázni, de sok esetben pályázati feltétel a meglévő SECAP dokumentum, hangzott el a nyitó konferencián.